Sziasztok, én Markó Rebek vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz ezen a csodálatos, gyönyörű nyári napon. Megint nagyon meleg van, és én megint sminkelni készülök. Úgyhogy arra gondoltam, hogy megmutatom nektek ma, hogy milyen sminket szoktam elkészíteni, amikor ennyire nagyon meleg van, és igazából esélytelen, hogy egész nap megmaradjon egy full smink az arcodon. És nem is csak, hogy megmaradjon, hanem nincs is kedved olyan nagy sminket feltenni, nem is érzed magad jól abba az egész arcos full make-upba. Szeretnél rajta gyorsan túl lenni, csak valamit feldobsz az arcodra, hogy egy kicsit mégis jobban nézél ki, mint én most. Úgyhogy a mai videóban láthatjátok, hogy mi is az én nyári mindennapi smink rutinom. Két szempont van, aminek mindenképpen meg kell felelnie. Az egyik az, hogy gyors legyen, a második pedig, hogy javítson a kinézetemen. Tegnap este vettünk fel Bencével egy videót, hajnali 2-kor, úgyhogy ennek még vannak nyomai az arcomon, viszont ezt most nagyon gyorsan el fogjuk tüntetni. Még mielőtt az igazi sminket elkezdenénk, van pár fontos lépésünk, amit a nyári napokon tilos kihagyni, de tényleg. Az első az az, hogy hidratáljátok a bőrötöket mindenképp. Nem csak télen van szüksége a bőrötöknek hidratálásra, nyáron is, de oda kell rá figyelni, hogy mit tesztek fel az arcotokra. Hogyha nagyon zsíros krémet tesztek, akkor valószínű, hogy ki fogtok pattogni, ha csak nincsen iszonyatosan száraz bőrötök. De nekem nincsen, úgyhogy most elmondom azt az oldalt, amit én szoktam használni. A Rebekának egyébként kombinált bőre van, ami azt jelenti, hogy két oldalt az arcomon iszonyatosan érzékeny és kipirosodásra hajlamos. Viszont így szépen a T-zónába pedig zsírosodik. Azoknak, akiknek még zsírosabb bőre van, mint nekem, ajánlatos a hidratálást egy zselével elvégezni. Én két krémet szoktam használni. Ezt mondtam már egyébként nektek az egyik videómba, ami itt most meg is fog jelenni, hogy én ezeket a krémeket használom, mint kozmetikus is ezekkel dolgozom, és a hétköznapokban is ezeket használom. És ebből ez a kettő az, amit én magamon nagyon szeretek nyáron hordani. Az egyik, az a Juicy Light Cream, az Aquasense családból, a másik pedig a Purifying Cream, a Pure Skin családból. Ebbe a családba a Thalassoalga kivonat van, ami iszonyatosan jól hidratálja a bőrt, és olyan összetevők vannak benne, amiktől egész nap hidratáltnak érzed a bőröd, viszont ez egy olyan krém, ami azonnal beszívódik, és semmi nyomot nem hagy az arcodon. 2 perc múlva már sminkelhetsz is rá. A másik pedig a nevéből is adódik, egy problémásabb bőrre való termékcsalád. Ha kipattogásra hajlamos a bőröd, akkor ezt nagyon ajánlom. És ilyenkor nyáron a legtöbbször én egyébként ehhez nyúlok, ha megnézitek, akkor látszik is, hogy melyikben van több és kevesebb, úgyhogy ma is ezt fogom feltenni a sminkem alá. Viszont még mielőtt ehhez a lépéshez elérnénk, van egy nagyon fontos dolgunk, amit nem csak akkor kell használni, hogyha sminkeltek, és ez nem más, mint a naptej. A naptej egy nagyon fontos dolog, és most olyan, mintha a saját édesanyukám lennék, de naptejet kötelező használni, hogyha kimentek a lakásból, főleg nyáron. Ez egy 50 faktoros krém, nem feltétlenül kell ilyen magas faktorszámú krémet használnotok, hogyha nektek kevesebb is elég, esetleg kreolabb bőrötök van, vagy persze, tudom, nem szeretitek, hogy ragad, nehéz érzete van, vagy nem találtátok még meg azt, ami nektek tökéletesen fog passzolni. Én most ennél a krémnél vagyok, és azt mondom, hogy ez valószínűleg, hogy a végleges választásom is arckrém terén. Úgyhogy ezzel is fogom kezdeni. Nagyon fontos, hogy a naptejből nem kell sokat használni, tehát nem az a lényege, hogy hófehér legyen az arcotok, mert nem csak akkor véd. Egy egészen kevéske kis borsó, hát nem is biztos, hogy van ez borsó méretű pöttyet fogok én feltenni az arcomra, és szépen eloszlatod. Nyilván ezt tudjátok, voltatok már napon, úgyhogy a legfontosabb az az, hogy az orrotokat és az arcotokat bekenjétek, amit a leghamarabb ér a nap. És egyébként ez nem csak a naptejre, hanem a sminkelésre is érvényes, amit mondani fogok. Kis lépésenként haladjatok. Inkább adjatok még hozzá egy kicsit, mint hogy kinyomtok egy egész, nem tudom én, labdányi méretű adagot, aztán meg nem tudtok vele mit csinálni. Szépen, apránként, lépésenként, ha úgy érzed, hogy valahol kimaradt még, akkor pótolsz hozzá, egészen addig még jónak nem érzed a végeredményt. A következő pedig a krém, amiből megint csak nem kell túl sok, viszont én ebből többet szoktam rakni, mert fél perc alatt beszívódik, és nagyon szeretem, amikor olyan jó hidratáltnak érzem az arcomat. Most, hogy a bőrápolással megvoltunk, el is érkeztünk ahhoz a részhez, ahol végre elkezdek sminkelni, és ilyenkor, mivel
már rendesen hidratálva van a bőröm, van rajta két réteg bőrápoló. Elég sokszor kihagyom a primert, főleg, hogy nem is használok annyi mennyiségű sminket, amihez igazán kellene. Nagyon sokszor van, hogy csak egy kis korrektort teszek a szemem alá, vagy az államra, viszont most egy kicsit piroskásnak látom a bőrömet, úgyhogy egy nagyon kevés alapozót fogok feltenni. A szokásos Catrice alapozó, és ez a mennyiség, ami az arcomon van, nincs egy egész pipetta, és ilyenkor, amikor villámgyors minket csinálok, szoktam olyat csinálni, amit egyébként soha, mégpedig, hogy az ujjammal eloszlatom a sminket a bőrömön, az alapozót, nagyon nagyjából, csak hogy mindenhova jusson. És amikor ezzel megvagyok, akkor egy benedvesített beauty blenderrel szépen eldolgozom. Tehát megvolt az alapozás, és a következő dolog, amit csinálok, az egy nagyon kevés korrektor, ahhoz képest, amennyit normál esetben szoktam tenni, nagyon kevés korrektor. Szépen eldolgozom a szemem alatt, és egy kicsit a szemhéjamon is. Majd azt a részt, ahova korrektort tettem, lefixálom egy kicsit, és ilyenkor egy keveset szoktam a szemhéjamra is tenni. És ennél tovább nem is szoktam púderezni. Szeretem egy kicsit meghagyni. Igaz, hogy ez egy matt alapozó, viszont mivel alatta nagyon hidratált vagyok, így egy nagyon-nagyon picit átcsillan. Úgyhogy lépjünk is tovább, jön a szemöldök, viszont ahhoz egy kicsit közelebb hozlak titeket. És akkor... hoppá! Ezt egy kicsit szétszedtem. Catrice Eyebrow Set. És ebből a világosabb színt szoktam ilyenkor használni. Most, hogy így közelebb vagytok egyébként, lehet, hogy jobban látjátok, nagyon csúnya már a szemöldököm, ugyanis próbálom egy kicsit növeszteni. Azért időről időre változik az, hogy milyen szemöldököt szeretek magamon, és a következő lépésem a napokban az lesz, hogy ki fogom szedni a szemöldökömet, és be fogom festeni. Amit normál esetben egyedül szoktam csinálni, viszont, ha szeretnétek, akkor megcsinálom ezt nektek kamerán, és csinálok belőle egy kis videót, mert azért annyira nem hosszú dolog ez. Úgyhogy szavazás mindjárt itt ki fog jönni, és tessék megszavazni, hogy legyen szemöldökös videó, vagy ne. De addig itt van még nekem a kis por, ugyanúgy, ahogy eddig bármikor megcsinálom a szemöldökömet, bár nem figyelek annyira a részletekre, főleg, hogy egy porral csinálom. Ilyenkor nagyon szeretem ezt a nagyon púderes, kis borzos szemöldök hatást, és ide, erre a külső részre, ahol már egyáltalán nem nő a szemöldököm, oda fogok csak egy nagyon picit a sötétebb porral rámenni, és akkor körülbelül ez lesz a véghatás. Még egy picit majd igazítok rajta, de gyorsan megcsinálom a másik szemöldökömet előbb. Itt van nálam a kis szemöldök köfe, és mint mindig, elől elkezdem egy kicsit felfele fésülgetni, amivel látjátok, itt eloszlatom azt a nagyon éles vonalat, és igazából így lesz ombrés hatású is. És egy nagyon picit átmegyek a végén is, a farkincája fele, hogy szép egységes legyen a végeredmény. És akkor a következő lépésünk a bronzer, méghozzá azért, mert ilyenkor nem használok szemhéjfestéket, vagy csak nagyon keveset, úgyhogy amikor csinálom a kontúrozást és a bronzosítást az arcomon, úgy, mint bármikor, ilyenkor egy nagyobb ecsettel szoktam csinálni, és csak nagyon lazán, azért, hogy ne legyen hullaszínem igazából, szépen végigmegyek az egész arcomon, ugyanazokon a területeken, amit egyébként bármelyik sminknél csinálok, csak sokkal lazábban. És ami miatt ez előrébb van, mint a szemem, az az, hogy ezt a kis pufi ecsetemet, amiből lógnak a szőrök, kicsit így megnyomom, és a szemhéjamról, a közepéről húzok ide ki egy vonalat, minthogyha egy nagyon hosszú tust szeretnél húzni, egészen így ki. És akkor ez a
két oldalam. Ezután viszont jön a szemhéjam, amit ilyenkor villámgyorsan el szoktam egyébként intézni. A The Bronze palettámat fogom használni, amiből ezt a színt, amit ugye mondtam már, hogy rengeteget használom, egy nagyon picit teszek belőle a két belső sarokba, és szépen eldolgozom, hogy egy kicsit kivilágosítsa a belső szemzugomat, majd mondjuk ez a szín lesz a következő, aminek a nevét nem tudom. Azt hiszem, hogy az a topáz. Kicsit leütögetem, és csak egy minimálisat a mélyítő vonalba helyezek mind a két oldalra. És egy nagyon picit ugyanazt a vonalat követem vele, amit az előbb a bronzosítóval. Szinte láthatatlan, viszont formázza szépen a szemet, és ad neki egy kis cicás hatást. És az utolsó lépés, amit most csinálok a szememen, az egy kis highlighter, Cotton Candy Cream színbe, csak a belső sarokba, és a szemöldök csontra még egy keveset. Fú, most még jobban látszik, hogy megvan nőve a szemöldököm. Ha egyébként ennyit se szeretnék vele foglalkozni, akkor van itt nekem ez a kis highlighter ecsetem, és ezt szoktam egy kicsit papírtörlőbe kitörölni, és ezzel veszek fel egy olyan színt, mint az előző topáz például, és ezzel szoktam csak két mozdulattal igazából áthúzni, és majdnem ezt az eredményt érjük el, viszont hogyha sietünk, akkor ez egy nagyon hasznos dolog. Majdnem elfelejtettem, ezt rendszerint kihagyom, pedig próbálok most már rászokni. A fekete színt a palettából felveszem egy ferdevégű ecsetre, és előveszem ezt a tükröt, ami megkönnyíti azért ezt a műveletet, és alulról a szempilla tövembe belenyomkodom ezt a fekete színt. És ahogy láttátok, egy nagyon kicsit már a tusvonalnak is tettem, viszont látható a különbség, és két dolog miatt is hasznos ez nekünk. Az egyik az, hogy besűríti a szempilla vonalat, tehát hogyha felülre nem is tesztek semmit, akkor is egy kicsit szebb lesz tőle a szemetek, és egy kicsit koncentráltabb a szempillátok. Koncentráltabb, sűrűbbnek tűnik, inkább mondjuk ezt így. A másik pedig, hogy nem sokára műszempillát ragasztok fel, és nagyon-nagyon szépen bele fog olvadni. Hogyha mind a két szememen megvolt ez a művelet, akkor meghúzom a tusvonalnak a végét, amiről beszéltem nektek múltkor. Most csak nézzük meg. Felhúzom a szemem, milyen szépen látszik, és leengedem. Ugye, amikor a plasztikáról és a rejtett szemről beszéltünk, akkor itt most ez élőben megmutatkozik. Mindjárt kész vagyunk, az utolsó lépésünk, amit fogok alkalmazni, az a műszempilla. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, szerettek-e műszempillát hordani, fel tudjátok-e rakni, viszont én imádom. Az egyik kedvenc dolgom az összes létező sminktermék közül. Ezt mondtam már nektek, de ismétlés a tudás anyja, úgyhogy elmondom még egyszer. A szempilla felrakásnak egyetlen egy titka van, de tényleg, a türelem. Ne akarjatok kapkodni, várjátok meg, míg megszárad a ragasztó, egy fél perc, akár egy perc is lehet, amíg szépen várni kell, legyezgetni kell, fújni kell, de higgyétek el, megéri, mert nem fog elcsúszni a ragasztó, nem fog felragadni a szemhéjatokra, úgyhogy nem kell, még csak azt mondom, hogy extra pilla se kell, nem kell nagyon extra ragasztó se, csak legyetek türelmesek, és nyilván gyakoroljatok, az nagyon fontos, de türelem. Miután fent van a pilla, és egy kicsit átspiráloztam, jöhet egy kis pirosító. Most teszek egy kis highlightert, viszont tök sokszor egyébként ezt is kihagyom, mert csak egy nagyon picit. És amit mostanában szoktam csinálni, próbálok egy kicsit többféle rúst használni, nem csak azokat, amit folyamatosan használok. Úgyhogy egy kicsit, hogy szórakoztassam magamat is, rúzs zsákbamacskát csinálok, ami egészen egyszerűen annyi, hogy belenyúlok a kis rúzsos táskámba,
megkavarom. És ami a kezembe akad, azt fogom feltenni. Ez a rúzs. Ez kimaradt a rúzsos kis videóból. Ez egy bordó színű metál rúzs, és fogalmam sincs, hogy hogy áll rajtam, mert még ki se próbáltam. Most keresek hozzá egy kicsit nudosabb szájceruzát. Van egy elképzelésem, hogy mit szeretnék alá tenni. Viszont... megvan. Egyébként erre a színre sok mindent lehet mondani, de az, hogy egy könnyed nyári szín, azt semmiképpen. Ugyanolyan illata van egyébként, mint bármelyik Kylie-s rúzsnak. Ezt még ki se bontottam. Most itt próbáljam ki először. Azt nem ígérem, hogy egész nap rajtam lesz, de most gyorsan felrakom. Jó! Amúgy nem rossz. Nem rossz. Lehet, hogy még tetszik is. És akkor így, hogy a rúzs felkerült, elérkeztünk a végéhez a nyári hétköznapi sminkemnek. Nagyon sokszor van egyébként, hogy nem is teszek rúzs, csak egy kis szájfényt, vagy egy kis ajakbalzsamot. Amit még szerettem volna nektek elmondani, hogy ezt a sminket elkészíteni, nyilván, hogyha a mozdulatok a kezedben vannak, és nem beszélsz közben ennyit, mint én, akkor egy 10-15 perc elkészíteni, úgyhogy szerintem ez egy teljesen jó idő egy sminkhez. Egyébként meglepően elégedett vagyok ezzel a rúzzsal, úgyhogy szerintem rajtam is fog maradni, és elindulok, intézem a dolgaimat. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, ha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel. Nyomjátok be a kis csengőikont, hogy kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Pénteken érkezik a következő része a sminkkollekciós sorozatnak, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, pénteken találkozunk, sziasztok!